Boldog Szombathely. Elkészült az ország boldogság térképe. A felmérés szerint Szombathely a legboldogabb. A víz érték. Március 22-e a vízvilágnapja. Idén arra hívják fel a figyelmet, hogy meg kell becsülni. Covid házirend. Fokozottan kell takarítani a társasházakat. A járványhelyzet új problémákat is hoz. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Március 22-e a vízvilágnapja, amely 1993 óta a víz fontosságára hívja fel a figyelmet. Az idei jeles nap mottója: a víz érték, becsüld meg. Bár a szakmai programok a járványhelyzet miatt elmaradnak, különböző csatornákon így is igyekeznek a vízzel foglalkozó hatóságok és szolgáltatók tájékoztatni a lakosságot arról, mekkora veszélyben vannak a vízkészletek, illetve hogyan óvhatjuk meg ezt a pótolhatatlan kincset. A víz körforgását mutatja be az a játékos animációs film, amit az egyik óvoda internetes szülői csoportjában osztottak meg a vízvilágnapjához kapcsolódóan. Sziasztok! Szia! 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 Mi vagyunk a Talány Víz! És hová siettek ennyire? A forráshoz! A gyerekek ebből megérthetik, hogyan lesz az esővízből ivóvíz. Magyarország szerencsés helyzetben van, hiszen nincs vízhiány. Vas megyében ásványvíz minőségű víz folyik a csapból, ami 95%-ban rétegvízből érkezik, minimális tisztítást követően. Mintavételezéssel rendszeresen ellenőrzik a víz minőségét, és fejlesztéseket hajtanak végre a hálózaton. Szigorúbban, legjobban ellenőrzött élelmiszer az ivóvíz. Ezt vizsgáljuk saját akkreditált laboratóriumunkkal, mellette gyors tesztekkel. Körülbelül 600 mintavételi hely van a megyében, ahol mi ezt egy előzetesen kidolgozott terv szerint rendszeresen mintázunk. Főleg a étházak kimenő mintavételi helyein történnek ezek a vizsgálatok két heti gyakorisággal. Évenként kétszer átmosatjuk a tározóinkat, illetve a hálózatainkat is. Folyamatosan ellenőrizzük a műszaki rendszereinket, figyelő kutakkal folyamatosan ellenőrizzük a rétegvíznek a minőségét is. A világnap alkalmából tervezett szakmai előadási anyagokat a szolgáltató elérhetővé teszi az interneten, és kiírja a hagyományos fotó és rajz pályázatot, valamint az iskolai vetélkedőt is. A természetes vizekkel való tudatos és felelős gazdálkodás a vízügyi igazgatóságok dolga. Mivel a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a szélsőséges jelenségek, munkájukat leginkább ez határozza meg. 2019-ben megépült a dozmati árvízi tározó az Aranypatakon, tavaly pedig záportározók létesültek, amelyek kis településeket védenek a villám árvizektől. A mi vízgazdálkodási feladatunk az kiterjed arra, hogy a szélsőségesen nagy és károkat okozó vizek ellen védekezzünk, és a lakosságot, az értékeket megvédjük. Foglalkozunk azzal, hogy a szélsőségesen kevés a víz, akkor az aszály problémákat, főleg a mezőgazdaság irányában valahogyan orvosolni tudjuk. Aszály monitoring rendszert telepítünk mi is egy országos program keretében. Most már három ilyen állomásunk van, ami aktuálisan méri a talajban bekövetkező visszaszártási folyamatokat. Öntözésű célú tározók tervezését is megkezdtük. Ez Vas megyében három helyszínen is folyik ez a tervezés. A vízvilágnapja arra is felhívja a figyelmet, hogy vigyáznunk kell természetes vizeink tisztaságára. Ennek érdekében a lakosság is sokat tehet, például azzal, hogy nem szennyezi szeméttel a folyókat. Vas megyében is jellemző, hogy műtárgyaknál és bedölt fák mögött felgyülemlő hulladékkupacokat, PET palac szigeteket kell eltávolítani. Erre több 10 millió forintot költ évente a vízügyi igazgatóság. Tavaly részt vettek a Tisztítsuk meg Magyarországot programban is, melynek köszönhetően fellélegezhettek a vízfolyások. A vízvilágnapjához egy jeles évforduló is kapcsolódik a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság életében,
25 éve 1996. március 19-én adták át a góri tározót, amely a répcementi településeket védi. Az 1965-ös árvíz komoly pusztítást okozott Bükön, Csepregen és Répcelakon, ekkor fogalmazódott meg a tározó terve, amely 400 hektáron 9,8 millió köbméter vizet képes visszatartani. Megépítése óta már több alkalommal üzembe kellett helyezni a góri tározót nagyobb esőzéseket követően. Ismét Szombathely a legboldogabb megyeszékhely, derült ki egy online felmérésből. Már a szomszédos Győr-Moson-Sopron megye is fertőzöttnek számít az afrikai sertéspest is miatt. Áramszünet lesz két utcában is karbantartás miatt. Rövid híreink következnek. Szombathely Magyarország legboldogabb városa. 2018 után idén ismét itt mérték a legmagasabb jóllét szintet. A Jobb veled a világ alapítvány 6. alkalommal végzett internetes boldogságkutatást az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának szakmai irányításával. Március 20-a a Boldogság világnapja, ekkorra készült el a 2020. április 1 és 2021. március 15 között végzett felmérés alapján Magyarország boldogság térképe. Vizsgálták a magyarok jól létszintjét, mentális egészségét, pszichológiai immunitását. A boldogság szint a koronavírus járvánnyal terhelt időszakban országos átlagban 2019-hez képest minimálisan csökkent, de régiónként és megyeszékhelyenként másként alakult. Az összlakosságnak csak harmada küzdött eredményesen a veszélyhelyzet okozta nehézségekkel. A kérdőívet kitöltők szerint csak Vasban, Pest és Bács-Kiskun megyében jobb a helyzet, mint korábban. A kutatásból kiderül, hogy a 36-50 év közöttiek, ezen belül is inkább a nők boldogság szintje emelkedett, az idősebbeké és a fiatalabbaké pedig csökkent. Az ENSZ hasonló felmérése szerint Finnország a legboldogabb a világon, Magyarország a 43. helyen áll a boldogság világ térképén. Győr-Moson-Sopron megyében is megjelent már az afrikai sertéspest is. 9 vadgazdálkodási egységet nyilvánítottak a korábbi közepesről magas kockázatú területté. Így Magyarországon már csak 6, köztük Vas megyében nincs fertőzött terület. A Nébih honlapján közli a jó sertéstartási gyakorlat kötelező és ajánlott utasításait. Az afrikai sertéspest is emberre nem, a vad és házi sertésekre viszont halálos kor. Az idén júniusban hatályba lép az új kártalani rendszer, amelyben nagyobb hangsúlyt kap az állattartói felelősségvállalás. Karbantartás miatt áramszünet várható március 23-tól 2-től 3 napon át 8 és 16 óra között. A biztonságos ellátás érdekében korszerűsít az áramszolgáltató, ehhez szükséges az időszakos szüneteltetés, ami a teljes Pásztor és Lilium utcát érinti a Lengyár kivételével. Április 7-én a Hajnóci József, az Áhim András és a Parkerdei Boróka utca egyes részein folytatódnak a munkálatok. Sok helyen leálltak a társasházakban az elektromos hálózatok felújításával, hogy áramszünetekkel ne akadályozzák az otthoni munkát és tanulást. Emellett fokozottan ügyelnek a közös használatú helyiségek, lépcsőházak fertőtlenítésére is a harmadik Covid hullám idején. Erről tájékoztatta híradónkat az egyik szombathelyi lakásszövetkezet. Az is kiderült, több a dugulás, hiszen sokan egyáltalán nem járnak el otthonról, így sokkal nagyobb a terhelés az épületek csatorna hálózatán. Norbertéknél a nappaliba költözött az óvodai játszósarok, az ebédlőasztal lett az íróasztal, harmadik hete vannak zárva az óvodák, iskolák, így kicsik és nagyok ülnek órákon át a feladataik, illetve a laptop előtt online órákon otthonaikban. A szülők egy része is home office-ban dolgozik, ehhez mindenki internetet és áramot használ, sokkal nagyobb igénybevételnek van kitéve a lakás. Sokan otthon főznek, aztán mosogatnak, rendszeresen használják a mellékhelyiséget és a fürdőt is. Emiatt több a meghibásodás. Erről beszélt híradónknak az egyik szombathelyi lakásszövetkezet vezetője. Vannak olyan dolgok, hogy csőtörés van, dugulás van, hát azt csináltatjuk külső szakemberekkel. Megnövekedett ennek főleg a dugulásoknak, megnövekedett most a száma. Nyilván sokkal többen vannak otthon, több mindent használ az ember,
de hát próbáljuk azért, próbálunk helytállni. A lépcsőházakat is rendszeresen takarítani kell, mindenütt fertőtlenítik a felületeket, erre most megint nagyobb hangsúlyt fektetnek. Ez a korlátokat, ablakpárkányokat, kilincseket. A Bem József utca egyik lépcsőházában a szokásos söprés, felmosás mellett a villanykapcsolókat és az egyéb gyakran használt felületeket is végigtörölgetik. Azokban a lépcsőházakban és azokban az épületekben, ahol külsős takarító személyzet van, ott annyira probléma nincs is, mert ők tudják, hogy hogy kell takarítani most a Covid alatt, fertőtleníteni, mit használnak, ott nagy probléma nincs. Probléma ott van, ahol nincs külsős takarító, hanem annak idején a lakók vállalták, hogy ők takarítanak. Na most be vannak osztva, hogy kire, mikor kerül a sor. Nyilván ezt nem tudjuk leellenőrizni, hogyha most XY van, akkor ő megcsinálja azt a takarítást, azt a fertőtlenítést, tehát rájuk van sajnos bízva. Gond szokott lenni az albérlettel. Ha az albérlő nem vállalja a takarítást, akkor azt a tulajdonosnak kell megoldania, akár úgy is, hogy személyzetet kell ehhez biztosítania. Túlélni a tragédiát. A trianoni békediktátum következményei Vasvár megyében címmel kiállítás nyílt szombaton a Vasmegyei Levéltárban. Mivel a tárlat a járványhelyzet miatt egyelőre nem látogatható, online megnyitót és vezetést tartottak. A tárlat boldog békeidőket idéző első részének központi motívuma az a turulmadaras emlékmű, amely a felvidéki Nyitra melletti Zoborhegyen állt. Az ezer éves Magyarország tiszteletére emelt szobrot 1921-ben cseh légiós csapatok felrobbantották. Hesztere Aladár restaurátorral megmaradt darabokból összeállított egy újabbat, amit 2015-ben állítottak fel. A tárlókban korabeli fényképek, térképek, kiadványok láthatók. Amilyen egyedül állok itt most a kiállítótérben, annyira magára hagyatott volt Magyarország is, amikor 1920-ban a győztes hatalmak a trianoni békének nevezett diktátum, tulajdonképpen ultimátum aláírására kényszerítették Magyarországot. Ez a diktátum a történelmi Magyarország halálos ítéleteként értelmezhető, ha pedig az emberek vagy a magyar nemzet oldaláról nézzük, akkor egy életfogytig tartó szabadságvesztésként értelmezhető az, hogy magyar nemzettársainkat kisebbségi jogfosztott létbe kényszerítették. Az ország elvesztette területének kétharmadát, lakosságának több mint felét. A kiállítás megjeleníti a trianoni palota belső terét, az érkező magyar delegációt és az aláírás pillanatát. A kényszerpályát jelképező fekete folyosó a látogatót a Trianon utáni időszakba vezeti. A terem közepén elhelyezték Vasvár megye térképét, amit területének 40, lakosságának 42%-ától fosztott meg a trianoni döntés. A teremben elhelyezett tablók és vitrineken a trianoni békediktátum Vasvár megyei következményeit mutatjuk be, 15 tematikus egységet felülelve. Ismertetjük Vasvár megye etnikai viszonyait, nemzetiségeit, a Muravidék és az Őrvidék elcsatolásának körülményeit, illetve a Muravidék 1941. évi visszacsatolásának örömteli eseményét. Szót ejtünk a nyugat-magyarországi felkelésről is, bemutatván ennek dokumentumait. A tárlat megemlékezik a Magyarországhoz visszatért hűséges falvakról, sorra veszi a vármegyét sújtó gazdasági károkat, a kulturális kincsek és épített örökség elvesztését. Szól a határon túlról érkező magyar menekültekről, és foglalkozik a korszakot jellemző revíziós törekvésekkel. A szervezők külön egységet szenteltek az oktatás történetének. Bemutatják azokat a tankönyveket, amelyek segítették a hazaszeretetre való nevelést. A kiállítás záró szakaszában művek, emlékkeresztek állításáról, az országzászló mozgalomról láthatók dokumentumok és a Trianon kérdés bőséges hazai irodalmából is válogatnak. A tárlat több intézmény, civil szervezet, kutató és magángyűjtő összefogásával valósult meg. Ha a járványhelyzet engedi, szeptember végéig lesz látogatható. Addig is a kiállítás bemutató kisfilm a Vasi Múzeum Barát Egylet YouTube csatornáján tekinthető meg. Szinte végig vezetett, de kikapott a Falkó. A sárga-feketék az utolsó percekben bukták el a szolnoki olajbányász elleni fontos rangadót. Így biztosan eldőlt, hogy nem végezhetnek az alapszakasz első helyén.
Falkó vulkán. Az alapszakasz legfontosabb mérkőzését játszotta a szolnoki olajbányász vendégeként a Falkó Vulkán Energia KC Szombathely. A rangadó arról is döntött, marad-e esélye a sárga-feketéknek arra, hogy a tabella első helyéről, azaz végig pályaelőnyből várhassák a rájátszást. A szombathelyiek kezdték jobban a derbit, Váradi remek triplájával 8-4-re vezettek. A folytatásban is a címvédő volt élesebb, a sérülésből visszatérő Brunzma is elsüllyesztett egy trojkát, 11-17. A második negyedben sem lassított a Falkó, Benke is eredményes volt távolról, így már 9 pont volt a címvédő előnye. A folytatásban már 12 is volt a különbség, de aztán felzárkózott az olajbányász 6-ra, Bádzim talált be kintről, így a nagy szünetben 33-39-et mutatott az eredményjelző. A támadásunk az, hogy majdnem 40 pontot dobtunk a Szolnoknak, én azt gondolom, hogy ez jó. Kicsit talán jobban oda kell figyelni arra, hogy mit dobunk, illetve mit nem, hiszen volt olyan, amikor rádobtuk a labdát és nem értünk vissza, tehát nem jó szituációból vállaltuk el, de én azt gondolom, hogy ezt a második fél időben korrigálni fogjuk. A térfélcserét követően állandósult a Falkó 6 pontos vezetése. Kosárral válaszoltak a csapatok. Per Zoltán könnyű pontjait aztán már nem konstatálta tétlenül a Szolnok mestere. 39-47-es állásnál időt kért Gászper Potocsnik. Felrázta a rövid szünet a hazaiakat, Csakárun szép megmozdulásával 5-re jött fel az olaj. A harmadik etap végét aztán megint megnyomta a Falkó, Brunzma kapta el a fonalat, így a záró felvonás előtt 9-el, 60-51-re vezettek a sárga feketék. Az utolsó negyed elején újra 10 pont fölé növelte a különbséget a Falkó. Brunzma maradt üresen és nem kegyelmezett távolról. 58-69-nél újra időt kért a Szolnok. A hazaiak nem adták fel, pillanatok alatt felzárkóztak. Bádzim kettese után 66-69-nél Gászper Okon rendelte magához a csapatát. Elképesztő izgalmak maradtak a hajrára. A hazaiak horvát légiósa, Rokó Bádzim zsinórban 3 triplát is bevágott. Így 4 perccel a vége előtt átvette a vezetést az olaj. A Falkó játéka teljesen szétesett. A sárga-feketék az utolsó 2 percben nem tudtak kosarat dobni. Az akár meccset is eldönthető Brunzma tripla kimaradt, majd 4 másodperccel a vége előtt Váradi ütött be sportszerűtlen faltot, így a büntetők után a Szolnoknál maradt a labda. Bádzim nem hibázott a vonalról, így az olaj 2 ponttal 79-77-re legyőzte a Falkót, és megnyerte a kosárlabda NB1 alapszakaszát. A sárga-feketék kedden a körmendeleni vasi derbin javíthatnak. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Mi munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!